elkezdődött a munka a Gagarinban. A Salgó-tarjáni sakkozzuk ki akciócsoport pályázott és nyert. Egy országos versenyen a legtöbb szavazatot zsebelték be az ötletük alapján, így több száz négyzetméter elegendő festéket, szakmai segítségnyújtást, valamint egy szakmai tervet kaptak annak érdekében, hogy kiszínezhessék a Gagarint a mai nap folyamán. Már reggel 8 órára közel 100-an érkeztek az iskolába, hogy önkéntes munkájukkal segítsék a tervek megvalósítását. Míg zajlik a festék porciózása, a falakra, lépcsőkre felkerülnek a festést segítő sablonok. A Sakkozzuk ki akciócsoport egy éve tevékenykedik Salgó-tarjánban, az egyik fő célunk, hogy színesebbé tegyük környezetünket. Rátaláltunk a Let's Color pályázatára, amelyen 800 négyzetméternyi festéket lehetett nyerni. A Gagarin iskola vezetősége nagyon támogatólag állt hozzá ez a kezdeményezéshez. Az előkészület nagyon hosszú volt, hiszen a műkőfestését meg kellett előzni egy csiszolásnak, a falakat is fel kellett javítanunk, és elő kellett készíteni a festésre. Ehhez nagyon sok segítséget kaptunk szülőktől és a várostól is. Megemlíteném Bognár Béla építési vállalkozót, aki embereivel, eszközeivel a csiszolási munkálatokban segített. Ki kell emelnünk a Közfoglalkoztatási Kft-t, akik szintén az előkészületi munkákban nagyon hatható segítséget adtak, és a mai festésben is segítenek minket. Vannak szülők, akik támogatnak minket, nem csak a mai részvétellel és festéssel, hanem eszközökkel, ecsetekkel, palacsintával, zsíros kenyérrel. Itt szeretném kiemelni a Palóc Nők a Holnapért Egyesületet, akik ezt önként felvállalták és felajánlották, és Csincsik Gyöngyikét, pedagógus szintén, aki 100 palacsinta sütését vállalt erre az akcióra, nem először segít minket ezzel. Van egy olyan szülő, aki felhívott és jelezte, hogy nem csak, hogy elengedték a munkából, hanem több munkatársal együtt szabadnapot kaptak, sőt, a főnökség vállalta, hogy ecsetet és hengert is vásárol erre az alkalomra, és ezzel segíti az iskola színesítését. Az elsődleges cél ugye a színesítés, mint ahogy a pályázat címe is a színes falakról álmodom volt, de mint minden más akciónknak is, a közösségépítés az egyik fő célja, és az önkéntes munka szépségére felhívni a figyelmet, hiszen akik ma itt vannak, egy az, hogy nagyon jó hangulatban telik a munka, és úgy gondolom, hogy a végén mindenki azzal az érzéssel fog eltávozni, hogy jó volt, és megcsináltuk, és sikerült. Az iskola teljes mellszélességgel állt a kezdeményezés mellé, nem csak a toborzásban, az előkészítő munkálatokban, de a kivitelezésben is főszerepet játszottak a pedagógusok, illetve az intézmény valamennyi dolgozója. Én nagyon régóta kollégáimmal és a gyerekekkel, tanítványainkkal valóban színes falakról álmodtunk. Mióta én itt dolgozom, ezeket az egyszínű falakat nézem, és úgy gondoltam, hogy színesebbé teheti a mindennapjainkat, hogyha valóban befestjük az iskolát, és egy kicsit változatosabb, vidámabb színben fog tündökölni. Számomra is nagyon nagy meglepetés, bár bíztam a csapatomban, bíztam a közösségemben, a pedagógusokban, a szülőkben, a hozzátartozókban, az ismerősökben, a civil szervezetekben, de megmondom őszintén, hogy ekkora nagy összefogásra jó magam sem számítottam. Egész nap tele lesz az iskola aulája, mindenkinek ecset lesz a kezébe, vagy éppen egy felmosó vödör, vagy egy felmosó rony. Mindenki végzi a maga dolgát, ha nem kap feladatot, akkor megkeresi a feladatot. A lényeg az, hogy így együtt mindannyian a közös ügyért dolgozunk. Gondolom, hogy a legtöbben nagyon-nagyon örültünk neki. Én például a magam részéről a saját osztályomba is feltettem a Facebook oldalra, a közös osztály oldalra. A szülők egyből rá kattantak. Mindenki örömmel állt hozzá a munkához. Örülünk neki, hogy ez a kezdeményezés ennyire kinőtte magát, és ekkora létszámban vannak jelen. Nem csak mi pedagógusok, hanem a szülők is, és minden egyéb más önkéntes segítő, akinek ezúton is nagyon-nagyon köszönném én is, mert hogy én itt nőttem fel ebben az iskolában, úgyhogy nekem ez egy külön plusz és egy külön öröm, hogy végre színes lesz és szép lesz újra az iskolánk.
Palett Color Egyesület hazánkban 2011 óta támogatja a különböző közösségi terek felújítását, kiszínezését. 25 ország környékén van azoknak a száma, ahol ez most már valamilyen formában megrendezésre kerül. Az elsődleges célja a projektnek az, hogy színt vigyünk az emberek életébe, nyilván szó szerint és átvitt értelemben is. Vannak olyan közösségi terek, amelyek valamilyen okból kifolyólag, vagy anyagi forrás hiány miatt, vagy egyéb okokból egész egyszerűen sok évig, akár évtizedig nem kerülnek felújításra. Különösen olyan esetekben, ahol mondjuk sok gyerek van, akiknek azért nagyon fontos az, hogy milyen környezetben töltik az idejüket éveken keresztül, és hogy szocializálódnak, milyen vizuális kultúrájuk lesz, milyen ízlésük fog kialakulni. Számukra különösen fontos az, hogy inspiráló és energizáló terekben töltsék az idejüket. Nem beszélve arról, hogy vannak itt például, ha iskoláról beszélünk, nagyon sok tanár és szülő is, aki nap mint nap ide jár, tanárok itt dolgoznak a 7-5 napján. Hát azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ezeket az elszürkült, elkopott falfelületeket megszínesítsük. És a másik fontos gondolata, amely ugyan később került felszínre az egész projekttel kapcsolatban, az pedig az, hogy a közösség formáló ereje ennek a projektnek, azt gondolom, hogy nagyon erős. Az a tapasztalat, hogy azok a közösségek, akik már eljutnak abba a fázisba, hogy ezt a projektet megnyerjék, már érzik azt, hogy itt van egy olyan kör, akivel létre lehet hozni olyan projekteket, amik nem feltétlenül anyagi eszközöktől függőek, és amikor létrejönnek maguk a festések, akkor aztán valóban azt tapasztaljuk, hogy mindenki azt a következtetést tudja levonni, hogy össze lehet fogni jó ügyekért, és az ember a szabad idejét feláldozva kis apró lépésekkel, mindenki azzal, amit hozzá tud tenni, létre lehet hozni igenis nagyobb projekteket. A Let's Color csapatának irányításával az elmúlt években több mint 21 ezer négyzetméternyi falfelület színesedett meg, 5600 liter festék felhasználásával és közel 1800 önkéntes bevonásával. A Salgótarjáni iskola a 21. helyszíne volt az országos kezdeményezésnek, itt több mint 800 négyzetméternyi falfelület került lefestésre, a korábbi hagyományokkal szakítva most már beltérben. Nagyon örülök, hogy a Sakkozzunk ki azt megpályázta ezt a lehetőséget, és hogy azon munkálkodnak, hogy Salgótarján egyre színesebb lehessen, hogy közösségi összefogás létrejöhessen, és lehetőséget adnak az embereknek, hogy aki szeretne, az csatlakozhasson és részt lehessen benne. Én is így voltam ezzel a mai napon. Szeretnék valamit tenni a városért, illetve a fiatalságért. Az önállóság, a közösségi szellem erősítése az, ami szerintem nagyon fontos, és erre például a színek, a művészet, az egy nagyon jó adottság, hiszen Salgótarjánban nagyon sok kreatív ember él, és nagyon sok művész. A munkába beszálltak a gagarinos szülők is. Nagyon jó kezdeményezést, imádom. Újságban láttam már megvalósított ilyen pályázatokat, gyönyörűek voltak, és nagyon ráfér bármelyik iskolára ez a színes belső környezet, arra meg legfőképpen, amelyikben az én kislányom jár, úgyhogy nagyon büszkén csinálom. Tök jó lenne, hogyha közösség kovácsolódna, főleg egy olyan nagy iskolába, ahol fogalmam sincs mennyi gyerek jár, de rengeteg. Tehát a szülőknek is össze kell tartani. Volt olyan család is, ahol a szülők dolgoztak, így helyettük a nagyszülők ragadtak ecsetet. Először akkor tudtunk róla, amikor szavazatokat gyűjtöttek, abban már beneveztünk, és most, mikor aktuális szávált, akkor az unokánk kérte, hogy ha ráérünk, akkor jöjjünk el. Kettő unokánk jár ide, harmadikába és ötödikába, Alb Zalán, Alb Levente. Megtehettük, volt szabadidőnk, és szívesen jöttünk. Nagyon jó maga az ötlet is, meg a kivitelezés is, úgyhogy sokkal szebb lesz, és biztos szívesen jönnek majd a gyerekek ebbe a színkavalkádba. Úgyhogy most már, hogy alakulnak a színek, a formák már nagyon mutatós. Felragasztjuk a sablonokat, amiket előre elkészítettek a terv alapján, átrajzolják az íveket a lépcsőkre, fölírjuk a számokat, és ugye a számok alapján festik ki az adott színre, és úgy fog összeállni az összkép egy ilyen geometriai ábra.
Sakkozzuk ki akciócsoport tagjai is Serényen dolgoztak. Az önkéntes csoport pályázott ugyan a Let's Color Egyesületnél, de az ötlet egy salgótarjáni származású, jelenleg Amerikában élő fiataltól érkezett számukra is. Az egész egy tavaly nyári nyéklátházi kis borozgatós estén indult, amikor itthon volt Amerikából az egyik salgótarjáni származású barátunk, és ő hívta fel, hát konkrétan az én figyelmemet arra, hogy nyomon követi Facebookon a Sakkozzuk ki csapat tevékenységét, és mivel látja, hogy a csapat fő profilja az, hogy Salgótarján szépítsük, színesítsük, közösségi programokat szervezzünk, ezért felhívta a figyelmemet a Let's Color pályázatára, amelyet ugye minden évben meghirdetnek, és úgy gondolta, hogy ez kapóra jöhet a Sakkozzukkinak, illetve egész Salgótarjánnak, és idén, amikor a pályázat megjelent, ő hívta fel a figyelmét a Facebook csoportnak, hogy induljunk a pályázaton, amit ugye a Sakkozzuki csapata meg is tett, és a pályázat elfogadása után ugye indult a lázas szavazás, amiben nem csak mi a szűk baráti kör, hanem én személy szerint, ugye, hogy Budapesten élek, ebbe bevontam a kollégákat, barátokat, akik nagyon lelkesen szavaztak napról napra, egymást figyelmeztettük, hogy nehogy elfelejtsük a szavazást, és úgy gondolom, hogy egy egész jó kis szavazótábor alakult ki, aki végig izgulta az eseményeket, illetve a szavazás állását, és amikor kiderült, hogy ezt a pályázatot végül is a Sakkozzuk ki nyerte, akkor úgy gondolom, hogy egy emberként mindenki nagyon örült ennek, és hihetetlen, hogy eljött az a nap, és most már lassan látjuk, ugye, hogy ez nem csak egy álom, hanem a megvalósulás az már folyamatban van, és én úgy gondolom, hogy ez egy újabb lépcsőfok afelé, hogy Salgótarján színesítsük, és nagyon remélem, hogy még sok hasonló program lesz. Én azt gondolom, hogy a gyerekek feltételezhetően szeretni fogják majd, és az nekem fontos szempont volt, hogy legyen egy kontraszt. Tehát a falak egy ilyen tiszta, világos színe mellett jelenjen meg egy ilyen nagyon élénk, nagyon vidám szín, és ami szerintem még ilyen slusszpoénben, hogy a lépcsőknek az éleire is csináltunk egy olyan grafikát, ami egy bizonyos szögből összeáll egy mintává. Nagyon lelkesek az önkéntesek, főleg az volt a fő problémánk is, hogy annyira sokan vannak, hogy nem tudtunk mindenkinek egyszerre munkát adni, úgyhogy a salgótarjániak nagyon lelkesek, úgy tűnik. Talán kijelenthető, hogy a mai nappal elkészült Salgótarján legszínesebb iskolája. A munka lassan a végéhez közeledik. 8 órán keresztül több mint 150 önkéntes dolgozott azon, hogy egy ilyen vidám és megszépült intézmény fogadja szeptember 1-jével az idejáró diákokat. Színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az